Egy különösen szép és meghitt ünnep a pedagógusnak, amelyen igyekszünk kifejezni elismerésünket és köszönetünk neked mindazoknak, akik a város köznevelési intézményeiben dolgoznak. Pedagógus nap alkalmából köszöntötték Tolnán a település óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait. A már hagyományos ünnepségre a város minden pedagógusa hivatalos volt, függetlenül attól, hogy önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézményben dolgozik. Ezen nap minden évben a hivatásukról, az áldozatos munkájukról és a köszönet nyilvánításról szól. Hát ha csak magunkra gondolunk, nekünk is fontos a visszacsatolás. Én azt gondolom, hogy mindenkinek jó az, hogyha megköszönik a munkáját, mindenkinek jó leső érzés. És sajnos a mai rohanó világban ezt a szülők és a gyerekek talán kicsit kevesebbszer köszönik meg, mint ahányszor kellene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy remek alkalom, hogy most valamennyi szülő és valamennyi gyerek nevében én ezt megköszönjem. A polgármester ugyanakkor azt is hozzátette, a nevelők, tanítók szerepe ráadásul egyre fokozódik a településen, ugyanis szerencsére egyre többen költöznek vagy térnek haza a városba, és folyamatosan nő az óvodákba és általános iskolákba beiratott gyerekek száma is. Volt alkalmam már többször elmondani azt is, hogy nem csökken, hanem nő Tolna lakosainak a száma, és ezzel együtt nagyon fontos az is, hogy a több gyerek születik, viszonylag sokan költöznek ide a városba, és több olyanról is tudok, aki eddig külföldön élt, és most hazaköltözik. És ez mind-mind annak az eredménye, azt gondolom, hogy például a gyerekeiket jó óvodákba, iskolákba tudják, szeretetteljes környezetbe tudják, és a tudáson túl kapnak valamit, ami ebben a rohanó világban talán egy kicsit még fontosabb. A pedagógus napi ünnepségen gratuláltak azoknak is, akik kitüntető díjban részesültek. Ebben az évben Herczig Lászlónénak, a Vosinski Mór általános iskola intézményvezetőjének, aki a város napján Tolnaváros kiváló közalkalmazottja elismerést vehetett át. Fantasztikus meglepetés volt, óriási öröm, és egy nagyon fura érzés az ember számára, hiszen kitüntetést átvenni nem egy egyszerű dolog, úgy lelkileg sem. Mert az embert arra készteti, hogy végig gondolja, hogy melyek voltak azok a tevékenységek, amelyeket idáig elvégzett. Mi lehetett az, ami miatt voltak emberek, hogy arra gondoltak, hogy én ezt a díjat megkaphassam. Hiszen ez egy több csatornás dolog, nyilván indul a pedagógus jelöléssel, pedagógusok részéről történő jelöléssel, utána ez még átmegy bizottságon, és a képviselőtestület döntésén múlik. Tolnaváros önkormányzatának képviselőtestülete a hatékony, színvonalas közalkalmazotti munkát végzők jutalmazására, tevékenységük elismeréséül alapította a kitüntető díjat, melyet 2011 óta a Családsegítő Központ, az Idősek Otthona és különböző oktatási intézmények dolgozói is elnyertek már. Ezúttal tanítói és vezetői munkásságot is elismertek vele. Hát a pedagógus pályám első felében végig tanítónéniként dolgoztam, óriási lelkesedéssel és örömmel, és a gyerekek nagy-nagy szeretetével. Aztán, amikor az élet és a sors úgy hozta, hogy arra volt szükség, hogy az intézményeink összevonásra kerültek, és tagintézményé váltak az egyébként előtte önálló intézmények, akkor pedagógus kollégáim biztatására mertem elvállalni a tagintézmény vezetői feladatot, amit az akkori intézményvezető elfogadott, és utána hosszú-hosszú éveken keresztül én úgy gondolom, hogy konfliktusmentesen tudtunk egymással együtt dolgozni. A rendezvényen elbúcsúztatták továbbá a következő tanévtől nyugdíjba vonuló kollégákat is,